A folytatásban a művészetek felé fordulunk, és bemutatjuk Nagy Mária Irén munkásságát. A kézműves, keramikus, matematika műszaki szakos tanárként kezdte pályafutását, majd többek között fazekas korongon is megtanult dolgozni, és belekóstolt a kerámia világába is. Most a vele készült összefoglalónkat láthatják. Pályázat kapcsán ismertem meg ezt a lehetőséget, a Heves megyei iparkamarából kerestek meg, még talán az elsők között, és én nagyon megörültem neki. Én láttam benne lehetőséget, és különösen olyan időszakban kerestek meg, amikor elég súlyos életkörülmények között éltünk, a Covid miatt megállt az élet. És akkor ez adott egy olyan löketett egy hátszeret és egy olyan célrendszert, ami mentén elindultunk, és hát új terveket szövögettünk, mert hiszen új szolgáltatásokat kell ennek kapcsán kitalálni, és szépen összeraktunk egy olyan filozófiát, ami mentén aztán végül bővítettük a műhelyt. Egy nyitott műhely logót készítsünk, akár. Akár nyakbeakasztósat, vagy akár egy ilyen kis szerényebbet, csöndesebbet. Én szeretném, hogyha egy picit meggyúrom az agyagot, azért, hogy jobban hallgasson ránk. Ez az első lépés minden esetben, ha szeretnénk belőle szép dolgokat csinálni, akkor homogenizálni kell. Ez ezt jelenti. Innen egy marékkal légy szíves, vegyél föl. Igen, úgy össze. Jó? És akkor egy kis gömbölyűt csináljunk belőle. Még gyúrjuk egy kicsit. A Mária kerámia életében az a különlegesség, hogy körülbelül 2,5 éve megismerkedtem az alkotótársammal, Gulyás Gézával, aki festőművész. És hát mikor belépett a műhelybe, rácsodálkozott arra, hogy itt milyen lehetőségek vannak. A kezébe adtam egy kerámia, mondhatnám, darabot, és azt életre keltette. Ez a új szakasza a Mária kerámia életének, hogy a kerámiára nem csak a általam elképzelt, meg tanult korábban, vagy kitalált dolgokat tudjuk életre kelteni, hanem az ő fantáziája is, a kézügyessége is benne van a munkáinkban. Látszik a mintakörbe, a felirás is. Ez azért segítség, mert könnyű kifesteni így. Kézzel ráfesteni szinte lehetetlen ennyi apróságot, és ez így látványos, ahány annyi féleképpen lehet festeni. Én azt javaslom, hogy baja ne essék, hogy vágjuk ki. Ez egy életforma. Én túl vagyok a
vállalkozói világon, túl vagyok a munkaviszonyaimon, és hát ez egy olyan szabadidős és életformát adó tevékenység, ami meghatározza a napjaimat. Reggeltől estig ez a munkahelyem, és amíg élek, úgy gondolom, és az egészségem engedi, én ezt nagyon boldogan csinálom, és adom is át ezt az örömet másoknak, mert látom a sok szomorú, ráérő embert, akik hát keresik az elfoglaltságot, és én nagyon szívesen nyújtok nekik örömet, hogyha szeretnének a műhelyben kikapcsolódni, vagy újat tanulni, vagy valamit alkotni.